Szevasztok, srácok, üdvözlünk mindenkit, itt van velem Anfield. Hello, hello, hello. És Nazdani. Sziasztok. Valamint jó magam Lucky, és ez itt a Kreator TV-n, ha bemegy, akkor gól adása, az EB kibeszélő műsorunk. És hát itt vagyunk tulajdonképpen az első ilyen részben, ahol így ezt meg fogjuk beszélni, meg fogjuk vitatni az elmúlt 1-2-3-4 meccset nagyjából, illetve a történt eseményeket is, és hát utána meg játszani fogunk, úgyhogy erről lesz szó. Azt láttuk, hogy így a beharangozó alapján elég sokatoknak tetszett, úgyhogy ha még továbbra is, akkor írjatok nekünk ezerrel, és lájkokat se felejtsetek el majd nyomatni. Így van, és ugye az első videóban elhangzott, kedves nézők, hogy egy játékost, egy nézőt fogunk majd behívni, hogy játsszon velünk majd a FIFA-ban, illetve értékes nyeremények várhatnak majd rátok. A műsornak az első része a foci meccsek kibeszélése, a másik rész pedig FIFA-zás lesz, majd ott biztos rakunk bele egy-két csavar, szóval várjátok, nagyon nagy izgalommal. Na, srácok, akkor szerintem kezdjük is el, talán így az első szekció, talán egyik legfontosabb és legjobban beszélt eseményéről, mégpedig Christian Eriksen sérüléséről. Ti is nagyon sokan írtátok, hogy erről kéne beszélnünk, mi is biztosak voltunk benne, hogy erről beszélnünk kell. Hogy láttátok ti ezt az egészet, és mit éreztetek közben? Hát én néztem az adást, és igazából akkor kapcsolódtam pont be, amikor összeesett, nem tudom, 42. 3. perc környékén, és hát eléggé döbben csend volt így a stadionban is, meg részemről is, mert hát sajnos azért jó pár ilyen esetet láthattunk, és nagy százalékkal ugye ez azért hát halállal végződött, és fú, én nagyon, hogy mondjam ezt, ez egy ilyen nagyon érdekes érzés, mert úgy azt érzed, hogy részese vagy ennek az egésznek, és tudod, hogy egy ember életről van szó, látod ott a játékosokat, láttam a párját, vagy nem tudom kit, aki sírt. Elképesztő érzés, az nem tudom, tehát hogy nagyon örülök, hogy végül egyébként így jól végződött és stabil állapotban van, de engem nagyon megdöbbentett. Igen, ugye így ismeretlenül is, ugye sokan ugye nem is ismerték ezt a játékost, vagy jó többek között azért ismerték, de hogy tényleg mindenki együtt szurkolt azért, hogy felkeljen és sikerüljön az újraélesztés. Azt hiszem, hogy a játékos ugye 29 éves, és egyik pillanatra a másikra, én is akkor kapcsolódtam be, amikor már élesztették újra, egyik pillanatra a másikra, akkor ott összeesett, és már mentek is. És olvastam, hogy a csapatkapitány miatt élte túl, mert ő volt először, aki ugye a nyelvét kivette a szájából. Igen, Kjaernek hatalmas nagy tisztelet mindenképpen, és elképesztő jelenléte volt neki is abban a pillanatban, amikor nem tudom, hogy mi éppen hogy tudtunk volna reagálni, de ő szerencsére tökéletesen reagált, és az orvosistának is hatalmas nagy tisztelet mindenképpen. Úgy néz ki, hogy stabilizálni tudták az állapotát, és hogy minden rendben lesz. Most ugye jó kérdés, hogy persze nem ez a legfontosabb, de azért mégiscsak jó kérdés, hogy ő ebből vissza szeretne valamilyen formában térni, avagy... Tehát, hogy nem tudhatod, basszus. Igen, nem tudom. Ti mit gondoltok erről, hogy vissza fog ő térni, szeretne? Mit gondolhat most? Szerintetek, hogyha tényleg 100%-osan egészséges lesz, és minden rendben van, ezek után szerintetek van valakinek annyi úgymond ereje meg kitartása, hogy ő azt mondja, hogy igen, folytatom? Mert ugye már 29 éves. Azért egy klasszisról beszélünk, azért ezt tegyük hozzá, tényleg egy bajnokról. Az a helyzet, hogy szerintem, hogyha megcsinálja azokat a nagyon nagy szűrő vizsgálatokat, és nem találnak olyan problémát, amire azt mondanák, hogy hú, ez veszélyes lehet, akkor én szerintem vissza fog térni Eriksen a pályára még. Az EB-n nem hiszem, tehát az EB-n valószínűleg már nem fog játszani, de hát meglátjuk, hogy a jövőben ő mit fog hozni. Minden esetre a legfontosabb az, hogy életben van, jól van, és végül tragédia nem lett. Hála jó Istennek. És azért nagy részt minden ember így érzett. Voltak természetesen ellenhangok, de egyébként meg tényleg örülünk neki, hogy nem lett itt különösebb probléma. Mi is itt a fiúkkal szurkoltunk, beszélgettünk, hogy keljen fel, mert
már nagyon bíztunk benne, hogy nem fog a tragédia bekövetkezni. Illetve, nem tudom, hogy láttátok-e, ugye az egyik belga, amikor berúgta a gólt, akkor neki üzent, hogy ő mennyire szereti Eriksont. Így van, Romelu Lukakuról van szó, amúgy a csapattársa az Internacionáléban, és igen, gólja után mondta neki, hogy Chris, I love you. És nagyon-nagyon aranyos volt ez mindenképpen. Hát végül ugye nyertek a finnek, de én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben most azért ezután nehéz a pályára lépni úgy, hogy jó van, most akkor teljes erőnkkel rámegyünk, mert persze játszottak a csapattársukért, de azért tehát nem voltak úgy fejben ott, én azt gondolom. Nem lehet. Meg ugye ő üzent nekik, hogy folytassák a meccset, hogy FaceTime-on beszélgettek, és hogy akkor megegyeztek, hogy folytatni fogják a mérkőzést, mert ugye ez is kérdéses volt, hogy folytatják-e. Az a helyzet ezzel a meccsel, végig amúgy dánok, már az első fél időben is, az esemény előttig is hatalmas nagy fölényben játszottak, és konkrétan még a második fél időben is inkább ők irányították a játékot, egy szerencsés megindulásnak köszönhetően a finnek megszerezték a vezetést, és gyakorlatilag azt hiszem egy kapura lövéssel le is hozták a meccset a finnek, és megnyerték vele. Sajnos kimaradt egy 11-es még a dánok oldalán, szóval nem igazán volt velük a fortuna. Szóval igen, abban a csoportban 3 ponttal a finnek gazdagodtak. Na, és akkor szerintem kanyarodjunk vissza is egyből így a EB legelejére, mondjuk a nyitó ünnepséghez. Mi a véleményetek róla, hogy tetszett nektek? Én megmondom őszintén, én sose szeretem ezeket a pitty-putty felvonulásokat, na de baszki! Hogy azok a dobosok, hogy a stadion tetején voltak. Én elképzeltem magam ott. És még rángatták is a köteleket, hogy nem tudom, de nagyon kemény jó. Azaz, olyan gékkel repültek fel, azért egy-kettőnek volt olyan fej, hogy az a jártok az. Megadják a módját, az biztos. Megvolt. Szép színes volt. A végén a Gaijin is izé, felküdték, vagy 8 lufival. Aztán 2 ember fogta. Mondom, mi a jó Isten, ez balesetvédelmileg nem tudom mennyire van rendben azt a táncot. Hát ja, úgyhogy érdekes volt, de látványos. Én mindig látványosra próbálják ezeket azért megcsinálni. És aztán jött a kezdőrugás, láttátok, hogy hogyan vitték be a focilabdát a pályára? Na azt nem láttam. Hogyan? Gyerekek, én nem tudom, tehát hogy... Zseniális marketing volt. De nem tudom. Szerintetek ez nem sok egyébként, hogy ilyen szinten megy a reklám? Szerintem egynek így aranyos, és mondjuk el a Daninak meg azoknak, akik esetleg ezt látták, egy távirányítós Volkswagennel vitték be gyakorlatilag a pályára. Azt a labdát, hogy elkezdték a focit. Igen, és hát... Az a helyzet, hogy szerintem aranyos volt, legalábbis nekem tetszett, akkor lenne szerintem sok, hogyha minden meccset így kezdenének, de mivel csak így a nyitó mérkőzésen volt, szerintem tök cuki volt. Aztán megtörtént az első mérkőzés, Olaszország, Törökország, jól mondom a sorrendet, Olaszország volt elől, ugye? Hát nem, török, olasz, de Törökország, de tök mindegy. Igen. Ami hát az első fél idő, vettem szotyolát, mindent tudott, hogy na jó van, akkor kezdődik. Aztán úgy semmi nem történt. Kicsit uncsi volt. Jó, de első mérkőzés, első játéknap, úgyhogy el lehetett ezt szerintem nézni. Így van. Már nyitó mérkőzés nagyon nehéz játszani minden nagy tornán. Még mielőtt teljesen a mérkőzésbe belemegyünk, annyit még elmondanék, hogy az olaszoknál ez tényleg hatalmas nagy szó volt, hogy... Több mint 10 000 néző, azt hiszem 16 000-en, most ebben nem vagyok biztos, ember ott lehetett a stadionban, és hatalmas nagy ünnepség volt, és nagyon örültek, hogy végül szurkolhatnak a nemzeti válogatottnak, és természetesen ezt a mérkőzést a koronavírus elleni küzdőknek, az orvosoknak, ápolóknak ajánlották fel, valamint ugye a halottakra is megemlékeztek. Tényleg óriási szó egyébként, hogy egy éve el se tudtuk volna képzelni, hogy bármikor is lesznek ennyien ott, és hát világszerte bárhol a stadionokban ennyien, úgyhogy azért szerintem így részben mi is nagyon örülünk ennek, hogy úgy néz ki ez a dolog, kezd változni, és kezdünk visszatérni a rendes életünkbe, amit megszokhattunk, úgyhogy nem tudom, én tényleg nagyon örülök ennek. Igen, én is olvastam, hogy rekordokat hozott ez a szám. Hát mindenki ugye már tavaly mennyire várták ezt az egész EB-t, és hogy tényleg most sikerült elkezdeni. És a Törökország-Olaszország meccsen pedig ugye sokkal esélyesebbek is voltak ugye az olaszok, az nem volt kérdés. Viszont ahogy Patrik, te is mondtad, hogy az első fél idő az nem hozott
nagyon sok eredményt. Azt hiszem döntetlen volt már a fél időben, igaz? Így van, 0-0-val fordultak a srácok, és hát igen, sok pontatlan átadás jellemezte igazából az első fél időt, aztán az 53. percben egy Demirál öngólnak köszönhetően megszerezték a vezetést az olaszok. Hátba lőtték, ugye? Nem, hát... Erővel belőtték középre a labdát, és hát épp ott volt a pali, bepattant róla. Igen, próbálta ő valahogy ezt megmondani, csak annyira nyomorúságos, szegény basszus, az első gól az EB-n is, az egy öngól is. Szegény, nem is de volt. Tényleg ez... Ez nem lehetett igen egy kellemes érzés Demirálnak, de szerintem Berardi, aki belőtte ezt a labdát, szerintem teljesen tudatosan lőtte be ilyen erővel, hogy tudja, hogy az a labda bárhova pattanhat, hogyha valaki beleér, és hát szerencséjére a kapuba pattant. Ezután pedig hát ugye a török védelem hát elkezdett fellazulni, mert addig nagyon szépen védekeztek, tartották a frontot, de ugye el kellett kezdenük támadni, és ezért egyből jött a következő Immobile gól. Hát igen, igen, azért nyilván a törökök nagyon jól tudták, hogy nem feltétlen esélyesek, tehát ők azt az X-et nagyon elfogadták volna, és nyilván utána már, ahogy fellazult a védelem, mert ahogy Láki is mondta, kellett támadni, ott már azért jönnek a hibák, tehát meg hát azért egy kicsit az ember szerintem szétcsúszik, amikor nagyon sokáig tartod a 0-0-át, mert ugye elképzeled, hogy úristen, egy pont az olaszok ellen, igen. De jó lenne. És egyszer csak így bam, egy öngóllal megkezdik gyakorlatilag a robogást. 2-0-nál meg ugye már úgy van az ember, hogy azt már azért nagyjából visszahozni. Hát vissza lehet hozni, de azért még egy harmadikat is belőttek. Így van, Insigne jött a 79. percben, és az is egy hatalmas nagy védőhibának köszönhetően a kapus gyakorlatilag odarúgta a támadónak, aki tök közel állt a kapuhoz. Körbepasszolták szépen, aztán Insigne szépen eltekerte, és beállította a végeredményt, 3-0-ra győztek az olaszok. Igen. Az olaszokat egyszer mi magyarok megvertük, nem? Miután ők egyszer megnyerték az EB-t, és hogy jöttek ide barátságos meccsre, és ugye volt ilyen, jó emlékszem? Volt, bizony. Az mi volt még? Wales, Svájc, azt láttátok? Én azt nem néztem egy-egy. Nem, viszont hallottam, hogy a svájciak nagyon elszórakozták a mérkőzést. Nem tűnt nekem annak, hogy elszórakozzák. Nyilván ők voltak a nagy esélyesei ennek az összecsapásnak, meg is szerezték amúgy a vezetést, de valahogy úgy nem találták a rést úgy a Walesi védelmen. Voltak helyzetek itt is, voltak helyzetek ott is, de inkább persze svájci fölényről lehetett beszélni, de itt is 0-0 volt fél időben, hogyha minden igaz. Ja, de azért Wales az egy olyan csapat, aminek a védelme, ha jól emlékszem, ők nagyon-nagyon kellemetlen csapat ilyen szempontból, hogy a védelmük azért úgy általában rendben van. Uh-huh. Azt a mindenit. Most láttam egy Magyarország-Wales mérkőzést 1958-ból. Osz. 1-1. Úgyhogy tulajdonképpen így közel 60-70 év alatt nem sok minden változott. Így van, 49. percben Embolo talált be egy szöglet után. Hát igazából jött a beívelés, és ott állt az ötösön a pali. Próbálták védeni, de a fizikális erejével gyakorlatilag legyűrte a védőjét, és egyszerűen a kapuba bólintott. Az egyenlítő gól is szögletből következett amúgy Moore kis szöglet után. Egy nagyon szép szöglet kombináció volt amúgy, egy kis szöglet, és onnantól a rövidre betekerték, nagyon szép gól volt, nekem az nagyon tetszett, hogyha nem láttátok, nézzétek meg mindenképpen. Megnézem, viszont azt látom, hogy kapura lövésből 2 volt Walesnek és 4 Svájcnak. Igen. Hát ezek ilyen hogy mondjuk, az első mérkőzések tapogatózás, szóval itt még azért... Így van, nagyon tapogatózós volt. Ja. Ennek olyan nekem például a Törökország is, meg itt ez a meccs is, hogy nagyon a védekezésre álltak be, nem? Meg ahogy mondjátok, hogy helyzet is alig volt, vagy kapura lövési kísérlet. Ugye ez a modern foci átka, hogy rájöttek a csapatok meg az edzők, hogy gyakorlatilag, hogyha jól védekezel, akkor simán meg is nyerheted a mérkőzéseket egy-egy kontrával, és ezzel próbálkoznak most állandóan a csapatok. Hát reméljük, majd lesz egy támadó felfogású csapat is, mert például mondjuk a Belgium szerintem pont olyan volt. Ott is 4 kapura tartó lövés volt, abból 3 gól. Nagyon durva. De ők látványosabban játszottak. Ők látványosan játszanak, igen. Áttérünk arra a mérkőzésre, akkor hát nem volt tényleg egy jó mérkőzés, eléggé már-már unalmasnak mondható volt. Lapos, igen. Igen, hát figyelj, a belgák ilyen félgőzzel gyakorlatilag simán lenyomták az oroszokat. Szóval
nem nagyon kellett őket magukat megerőltetni ahhoz, hogy ezt megnyerjék, ezt a mérkőzést. 35 éve nem tudták őket megverni, hogyha jól vagyok informálva, de javítok ki, hogyha tévedek. Dani, te olyan adatokat hozol, hallod? Én most ittam meg a kávémat, baszki, te meg már... Illetve, hogyha jól emlékszem, ők ejtettek ki minket 2016-ban, igaz? A belgák. Így van. Így van. Hogy ott nagyon jó játékosok vannak, és ahogy mondtad te is, Laki, hogy elég volt, hogy fél gőzzel hajtottak, és így is megnyerték a meccset. Igazából a harmadik gól is az már csak ilyen kegyelemdöfés volt. Hát azért Lukaku egyből kettőt beválogatott, ja, ahogy ja, ezt ja. látom. Megüzent Eriksonnak, ugye, amit beszéltünk az előbb. Azért tényleg azért a belga válogatott ott világklasszisokkal van tele, elég csak gondolni Hazardra, De Bruynere, Lukakura, azért Courtois-val a kapuban elképesztő keretük van, és azt mondják, hogy ez az utolsó lehetőség, hogy ez az arany generáció valamilyen trófeát nyerjen végre, ez az EB az utolsó dobásuk, aztán hát ugye sokan kiöregednek majd. Hát akkor az előző négy mérkőzésről szerintem kibeszéltük, amit ki lehetett. Igen. Hát nyilván most mi ilyen nagyon komoly szakértelmekben nem fogunk belemenni, igen, ezt igen, mondtuk van. Egyébként az első videóban is, hogy inkább úgy beszéljük ezt ki, hogy én is láttam, srácok is látták közösen, így amit gondolunk, de hát nyilván nem vagyunk szakértői a dolognak. Na, és természetesen nagyon várjuk a magyar meccset, már hogy azt elemezzük, fiúk. Ó, az jó lesz. Igen, én a Portugália ellen mérkőzésen majd a helyszínen fogok szurkolni. Ó, de jó neked. Majd a... De jó nektek. Majd a hangulatról beszámolunk. Mondjuk képet küldjetek már, hogy ott érezzem magam. Jó, mindenképpen. Na, és így összességében ti hogy éreztétek magatok itt így ezen az első két napon az EB lázból mondjuk? Én azért is szeretem amúgy ezeket a nagy bajnokságokat, mert azok is nézik a meccseket szerintem, akik alapból nem szoktak focit nézni. És nagyon jó összehozza a társaságukat, a közösséget, és hogy együtt tényleg a magyarokért tudunk szurkolni, illetve ugye a magyaroknak szurkolunk, de mégis kíváncsi az ember ezekre a meccsekre is, hogy ki fog tovább jutni, ki az esélyesebb, és így fel tudja mérni a csapatok erősségét. Én pedig megmondom őszintén, hogy így az első napokat én sosem szeretem. Mert akkor még annyira semmi, tudod, olyan mindenki tapogatózik és próbálja az egy pontot megszerezni, nem arra megy, hogy hú, hát most aztán szét kell gyalázni mindenkit. Azt gondolom, hogy azért itt, meg még azért olyan nagy meccsek nem is voltak, szóval tapogatózás megy, de egyébként alapvetően a hangulat az szerintem nagyon jó, és tök jó, hogy még egyszer mondom, hogy lehetnek nézők a meccseken, mert azért az sokkal jobb, mint amikor bejátszanak egy MP3-at, úgyhogy igen. És azt mondtad, Nazdani, hogy nagyon érdekel az összes meccs, akkor a mai Ausztria Észak-Macedóniát is megnézed, ugye? Légy szíves, azt te fogod elemezni. Azt 90 percnyi elemzés szeretnék arról majd hallgatni. Ausztria, 2-0 vertük, ez bennem megmaradt, ez. Nagyon jó érzés volt. Ott szerintem majdnem mindenki sírva fakadt, amikor mi 2-0-ra elvertük őket. Hát szerintem Ausztria sokkal esélyesebb. Nem tudom, ti mit mondtok, én egy 2-0-át mondok. Hát én egy 4-1-et várok. Észak-Macedónia egy gólt be fog gyűrni, úgyhogy tippeljünk akkor erre a meccsre, srácok. Tehát én azt mondom 4-1. Mi? Hoppa. Nazdani, akkor te... A legfullosabb meccsre tippelünk. Amúgy tényleg a legizgalmasabb mérkőzés. Szerintem te 2-0? Én 2-0. Én 4-0-át mondok. 4-0, asztal. Ahogy megígértük, kedves nézők, a FIFA-ban le fogjuk játszani az egyik mérkőzést. Oroszország-Belgium, Oroszországgal van Lucky, és a Belgiummal pedig Anfield. Én pedig a nyertest fogom kihívni, és a következő részben megmérettetjük a tudásunkat, úgyhogy hajrá, srácok, jobbjátok! Az a baj, tényleg, hát azért vagyok én a belgákkal, hogy... legyen egy kis esélyem mondjuk, hogy nem kapok 45 gólt egyből, mert az a baj, hogy a Lucky az nagyon jól játszik, úgyhogy vigyázni kell vele. Figyelj, az, hogy sokat játszok vele, az nem azt jelenti, hogy jól is játszoknak. Jó, figyelj, ez egy ilyen bemelegítő mérkőzés, aztán majd következő videóra meggyakorolhatok. Figyelj, most el könyvet, hogy ő fog nyerni. Te gyerek. Igen. Tudja ő? Az igen, még fel is emeli, hallod? Jaj, te gyerek! Na végre meg! Szép! Nézd! Hoppá! Okay. Az szép, az nagy, az gyönyörű. Mekkora meglátás, ekkora zsugákat. Hoppá! Olaj. Hoppá!
Ó, te gyerek! Kinek szurkolsz, Dani? Hova rúgom? Hát! Patriknak. Hé! Hey! Jó, hogy... Vele egyszerűbb lesz játszani. Baszki! Lesvúr, lesvúr. Hát nem emléksz, hogy hogy elverté annak idején? Amúgy az eredményre nem emlékszem. Játszottunk, és fél időben odaadta másnak, mert hatot lőtt már egy fél idő alatt. Igen, igen, a Lucky az egy bestia. Tényleg, amúgy te nem is akartál soha ilyen izére menni? Ilyen e-sport, FIFA, meg ilyesmire? Az végén nagyon béna voltam. Jesszusom! Az volt, Lucky! Ez... Jó, egy kicsit hagyom magam. Igen, igen. Első meccsen vagyunk. Kellenek a gólok, hogy ne legyen unalmas mérkőzés, nem? Igen, igen, igen. Ez nagyon, az a baj, túlságosan kiegyenlített volt. Így van, nem kell a tapogatózós játék nekünk. Na, odafigyelj! Hoppá van. Na most! Jöhet a válasz. Na most! Na De Bruyne! Nem jó beállás. Hoppá! Na hogy Azaz! De hogy értél abba bele? Kézgyanús volt. Amúgy az nem jó, hogy mindig a nyertese játszik a következő, mert akkor mindig Lucky de, hogy nem. Nem baj az. Írjátok meg, srácok, amúgy hozzászólásban, hogy milyen nehezítéseket találnátok ki mondjuk nekem esetleg, vagy aki nyer, bárkinek, hogy... Billentyűzettel. Én az azzal fogok lenne. Játszani. Az komoly. Tegnap játszottam vele, tök jó. Na, jó, játsszál vele sokat. Jó, akkor most arra úgy vigyed, jó van. Segítek egy kicsit. Jó, persze. Nagy gólt akartam rúgni. Láttam. Hogy jön? Figyelj már, oda gyanázik a közelbe. És az itt egy debasszolt. Én is. Egyébként nem tudom, hogy miért van az, de csomó csapat azt csinálja, akár az EB-n is, hogy elívelik fel a rákba, engem meg idegbe tesznek, mert hogy ők azt hiszik, hogy majd az ívelésből rúgják a gólt. Ha sose rúgnak ívelésből gólt. Hát... Ó, persze már. Na jó. Ugye ez egy olyan taktika, amit gyakorlatilag minden csapat tud csinálni, hogy elfutsz a szélen és beadod. Gyakorlatilag ez a legegyszerűbb taktika, és lesz akkor van valami. De még nem is az, hogy beadják, hanem csak felívelik, tudod? Hát csak úgy ráívelik, aha. Hogy mutassam meg? Hát most nem tudom, mert most itt... Ó, baszki! Én tudom, mire gondolsz. Ez azért van amúgy, mert ugye mostában nagyon sok a letámadás, tehát fent maradnak a támadók, és hogy megnehezítik a labda kihozatalt. És nem akarják megkockáztatni ott a labdavesztést, ezért így szépen fölrúgják. Hát de az vagy jó helyre megy, vagy nem. Hát... Na gyerünk! Ajj! Ez pedig egy szép les helyzet volt. Ha azt áttívelt, nézd meg. Be fogja adni. Ott a kapu. És nem. Tényleg, Dani, most légy szíves a következő perceket kommentáld. Rendben van, Anfield kidobja a labdát, rendben van, jobb szélen fog elosolni. Így van, előre passzolja, rendben, továbbadja, és egy beadás kellene középre, ahol a középső játékos... De miért rúgod rá? Miért rúgod rá? Hát most kommentátor vagy. Ja, akkor kommentátorok nem szoktak ilyeneket kérdezni. Ja. Miért rúgod rá, Lukaku? Nézd meg, gyerek, hogy viszi. Ne, kapusa nem rúghat gólt. Előbb rúgom fel, figyeld meg. Ez anyád, úristen, itt neked. Nézzek! Te! Az anyád, úristen, itt! Felrúgni se tudom, az a bajám. Oha! Azt a... Figyelj csak, itt kapus van, ne portás. Ez tudjátok mihez hasonlított? Hú... Amikor a Magyarországnak rúgtok egy ilyen figyeld. Gólt. Nehogy lepasszolod veles. Jó. Nem passzolom le. Gyerünk. Kivédte a kapusom. Ki? Aha. Püff! Az oszta de szép! Micsoda háló szaggató! Oszta! Oda néz! Oszta, hát ez oda való. Az gyilok volt, gyerek. Láttál egy pókot ott a sarokban, az szegény, most kiszedted onnan. Na, hát kettő egyen fordulunk. Hát ez a fél idő elég izgalmas volt. Ezt a kommentátorságot én azért adnám, hogyha mondjuk a következő fél időben jobban nyomnád. Oké. Okay. Nem akarlak titeket zavarni itt a nagyizgalmak közepette. Rendben van, középkezdés, elkezdődik a második fél idő. 2-1 a belga javára, már nem hozza azt a papírformát, amit élőben láthattunk. Nem nagyon a belga láthattunk. Javára. Ja. Az oroszok javára, úgyhogy tényleg nem hozza a papírformát, amit láthattunk. Élőben, ugye a 3-0. Gyönyörű szép gólokat láthattunk. Lucky majdnem a kapusról is gólt szerzett. Ennyi?
Hát most nézem, hogy ki mit kíván. Les, jó, nem. Szóval a kommentátot, meccset akar nézni. Jaj! Azt hittem fölíveli a játékos, nem? Előre passzolja, és most fogja beadni oldalról. Nem, cselez, és rá fogja lőni. Az baj. Kedves nézők, az történt, hogy sajnos szétkapcsolt a meccs, úgyhogy a srácok itt megoldották, hogy berúgták a gólokat, ahogy állt a mérkőzés, és 15 perccel fogjuk újra számolni az eredményt, és akkor a fél időig játsszák majd le a srácok, így próbálunk igazságot tenni itt a leállás kapcsán. Yes. Úgyhogy hajrá, fiúk! Meg igazából egy nagyon jó helyzetben volt Lucky, úgyhogy intéztem gyorsan egy szétkapcsolást. Nagy probléma legyen, és akkor most áttív velem neked. Jó. Vidd hátrébb, és akkor szerintem mehetünk is, kb. És akkor vagyunk. Hajrá! Így van, hajrá! Nézzük, hát újra helyzetbe. Nagyon nem? Szép. Visszaviszi. Jó fej. Szép. Jó fej. Nézd azt, meg. Amiket csinál. Újra kanalaztam, ahova kellett. Előny. Fussá. Azaz. Nagyon jó vagy. Nagyon szép kiugratás. Fard be. Gyönyörű szép gól. Ez igen, Kevin De Bruyne. Asza. De most már hagyjál magát, úgyhogy így meg kell ja. De meg lett fenyegetve, hogy jó, légy szíves. Hát figyelj, ha már egyszer szétkapcsoltad a netemet, engem onnantól kezdve be vagyok fenyítve. Ó, pedig itt majd nagyon jó cseleket nyom. Olyanokat te. Azta, már ott is van a kapu előtt és... Cselez és... Gól. Milyen szomorú voltad, hogy gól. Gól, a pártatlan kommentátor. A belga kommentátor megszólalt. Tehát az ugye az első videóban is mondtuk, hogy hát Lucky van, nehéz lesz játszani. Szoboszlai innen lőtt gólt. Hát, Lucky nem. Szép ívelés volt. Milyen csendben végigjátsz ezt a Lucky egyébként. Hát figyelj. Nagyon koncentrálom. Én hallgatlak titeket, olyan jó. Nagyon koncentrálom. Tudod, még egy popcornt is nyissál hozzá. Egy kézzel is. Nem. Az oroszok nagyon-nagyon stabilan játszanak és szervezetten védekeznek. Még van 6 perc, így van. Gyerünk! Persze. Legalább egy X legyen. Egy X! Jó. Nagyon jó. Beadás, nem beadás! Assza, és nem tudta megfogni a kapus! Hihetetlen állítás! Elhányom magam, olyan kanyarokat csinál itt. Figyelj, oda néz. Kéri elő a labdát, így van. Hoppá! Hoppá! Elment Boré, Patrik. Igen. Ne! Gól! Köszönöm! 4-2! Így az utolsó percben még egy gólt rikkentettünk, és szerintem ezzel eldőlt a mérkőzés. Hát így egy perc hosszabbítást. Negyedik játék között. De ne, oda! Rúg fel most már mindegy. Jaj, és halsz. Hoppá! Hoppá! Még egy szöglettel jöhetsz itt a végén. Meg kell hollozni. Menjön be rosszul! Azt hittem gól. Majdnem, közel volt mindenképpen, hát GG! Szép volt, ügyesek voltatok. Hát jó volt ez. Figyelj, rosszabbra számítottam. Nem volt rossz egyáltalán, tök fán volt szerintem az egész. Ügyesek voltatok. Mondjuk azt, hogy azért nem tudtuk szimulálni a tegnapi mérkőzést. Nem egészen, de ezért szép a FIFA szerintem. Akkor a következő részben, hát a magyar portugált fogjuk lejátszani, nem? Például. És Dani Lucky. Vagy Dani Anfield, amúgy én azt is adom, és akkor én majd kommentálom. Jó, az is jó. Majd megbeszéljük, illetve írjátok meg ti is, srácok, lányok hozzászólás, vagy ti mit látnátok szívesen a következő epizódban. És hát a legfontosabb meccsekről nyilván beszélünk, és a végén ugyanígy fifázunk. Yes, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Írjátok meg arról is a véleményeteket, hogy tetszett így egy ilyen első adást. Elég nehéz szerintem így csinálni mindenből, de megpróbáltuk, és hát reméljük, hogy tetszett. Igen, az első videóból a visszajelzések alapján nagyon örülünk neki, hogy ennyire tetszik nektek. Iratkozzatok fel a csatornára, és várunk titeket a következő részben. Így van, köszönjük a figyelmet, yes. Szép napot nektek, sziasztok!